Nagy Lilla, a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési karának negyedéves tanítószakos hallgatója. Ha két szóban össze kellene foglalni, mi az, amivel leginkább foglalkozni szeret, azt mondhatnánk, gyerekek és zene. Miért szeretnél pedagógus lenni? Tulajdonképpen én művészeti végzettséggel rendelkezem, ugye magánének szakon végeztem Székesfehérváron, és akkor is ugye gyerekeket szerettem volna tanítani, és tulajdonképpen a gyerekek iránti szeretetem ösztönzött arra, hogy tanító legyek. Hol tartasz most a tanulmányaidban? Idén végzek, idén kapom meg a diplomámat, és a későbbiekben szeretnék egy mesterképzést is elvégezni, hogy a felső tagozatos diákokat is tanítsam magyar szakon. Mit sajátítottál el itt az egyetemen? Rengeteg mindent, ezt igazából nagyon hosszú lenne megfogalmazni, tehát nagyon sok készségem fejlődött nekem is, a kommunikációs készségeimtől elkezdve a kooperatív készségeimig, tehát megtanultam kooperálni másokkal, nagyon sok mindent sajátítottam el a tanításhoz szükséges készségek közül is. Mi az, amit át szeretnél adni a diákoknak, akár egy ilyen életre valót? Ugye mivel művészi beállítottságom van, és én nagyon szeretném, hogy a gyerekek szeressék a zenét. Tehát szeretném átadni azt, amit én érzek, amikor tanítok a zenével kapcsolatban. Tehát nagyon-nagyon szeretném, hogyha a gyerekek nem úgy fognák fel az énekórát, hogy már megint egy énekóra, hanem egy ilyen játékos keretek között zajló zenélésként fognák fel. Miért fontos szerinted a zene tanítása a fiatalok számára? Azt gondolom, hogy a zene az a lelkünknek nagyon jót tesz, és nyitottságra nevel. Úgyhogy ezért gondolom. Hogyan gondolod a jövőben, hogyan fogod tudni majd összekötni a zene szeretetét és a tanítást? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye ezt énekóra keretein belül lehet megvalósítani a legjobban, illetve ilyen műsorokon, de azt gondolom, hogy minden órán egy picit bele lehet vinni a zenét, és én ezt a gyakorlatom során is így csináltam, tehát rajzórán is, például zenét hallgatunk, amikor dolgoznak a gyerekek, matematika órán ritmuskészséget fejlesztünk, tehát rengeteg féleképpen be lehet vinni a zenét egy-egy órára, és ugye én kutatok is mellette, és ott pedig az előítéletkezelés drámapedagógiai módszerekkel ez a témám, és hát ott is ugye nagyon fontos, hogy játékosan tanuljunk, és hát ott is hihetetlen eredményeket lehet elérni a gyerekekkel, ha játékosan foglalkozunk velük. A szekszárdi hallgató első helyezést ért el a 23. országos anyanyelvi tanítási versenyen, ahol bár nem énekórát kellett tartani, hanem mesét kellett feldolgozni, itt is kiemelkedőnek bizonyult. Bár Szekszárd mindig dobogós helyen szerepel a debreceni versenyen, az első helyet már évek óta nem sikerült megszerezni. Az idei kimagasló siker ismét igazolja a szekszárdi pedagógus képzésben folyó munka magas minőségét, az elméleti és a gyakorlati munka példaértékű együttműködését. Lillát ugyanis Tanc Tünde mesteroktató és Runyai Zsuzsanna szakvezető tanító készítették fel a versenyre. A munka nem ilyenkor indul el, hanem ennek az évek során van, vagy az évek együtt munkálkodása után van eredménye. A negyedéves hallgatókat tulajdonképpen már harmadévben kiválasztjuk. Tehát azt látjuk, hogy valaki mennyire tud a gyakorlatban boldogulni, hogy milyen attitűdje van, milyen felkészültséggel rendelkezik, hogy tud kommunikálni, és nem tud sosorban a stressz helyzetet mennyire bírja. Hiszen azért ez nem egy egyszerű történet, mert a hallgatók a verseny előtti nap húzzák ki azt is, hogy melyik osztályban fognak tanítani, illetve magát a témát is akkor húzzák ki. Tehát egy délután és egy éjszaka áll rendelkezésre arra, hogy egy tanórára fölkészüljön a hallgató. Lilla sok mindenben különleges, nagyon sok ilyen tanítót kívánok a közeljövőben, azt gondolom, hogy szárnyalni tudnának a gyerekek ilyen tanítók oldalán, vagy ilyen tanítók segítségével. Én titkon reménykedem abban is, hogy előbb-utóbb a gyakorlóiskolában is lesz majd helye, és azt hadd tegyem hozzá, hogy azok a hallgatók, akik a hallgatóink, akik eredményeket értek el az országos versenyen, azok közül jó néhány itt a gyakorlóiskolában ma már szakvezetőként dolgozik. Lilla is gyakran tanít itt gyakorlata során. El is kísértük, természetesen egy énekórára. Tegye fel a kezét, aki emlékszik a Rejtelmek című dalra, amit én tanítottam nektek. Itt volt Bent Jani bácsi is. Mindenki, ennek örülök. Na, akkor énekeljük el egyszer, jó?
Rejtelmek rajta, rejtelmek az engemek, őt állok, mint mesében. Bebújtattál engemek, talpig nehéz hűségbe. Mit jelent az, hogy talpig nehéz hűség? Ne legyél másba szerelmes, és olyan nehéz hűségesnek lenni, mit gondoltok? Hát, tehetséges. Miért lehet olyan nehéz hűségesnek lenni? Hát, mert lehet, hogy valaki más megtettik, és akkor így rossz belegondolni, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha megtudod valami. Tegye fel a kezét, aki volt már szerelmes. Na, nem hiszem el. Negyedik osztályban nem voltál még szerelmes. Jó. Tegye fel a kezét, aki hűséges. Ki úgy gondolja, hogy ő hűséges. Tud egyszerre egy lány szeretni a fiú, vagy tud egyszerre egy fiút szeretni a lány? Többiek két lány szeretnek egyszerre? Jó, köszönöm, te letettétek. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dana, dom. Dom, dana, dana, dan, dom, dom. Köszönöm szépen!